nem lehetne sima zumba óra? Picit bemutatok pár lépést, hogy tudjátok, egy sima zumba órán, és utána föl fogjuk majd venni két koreó erejéig. Jó, amit tudni kell róluk, hogy Zsolti egy nagyfogyó kúrába kezdett benne. Fogyó kúrába? Akkor Zsolti, arra kérlek, amikor kérlek. Nézd meg, Zsolti, csinál! Nagyon jól csinál. Csinál, mit csinál? Csinál, mit csinál? Mit csinál? Mit csinál? Mit csinál? Mit így, tapasod. Én szeretnék kérni alaplépésekkel, tisztában vagyok. Igen. Szalsza. Elő, hátul, szalsza. Menni fog Zsoltán. Zsolt mindig így zumbázol. Táncolással hadilában állok. Ez semmilyen mozgást nem tudok leprodukálni. Ez nagyon komoly egyébként. Na, még egyszer. Tekel! Zsolti, csináljad, van úgy, hogy jó. Tehát egy gyerezsolti álljadó, hogy jól csinálom. Jó, most a tekerjé van, megteker, megkever. Hát azért vittem zumbára, mert esetlen az állása. Esetlen. Úgy néz ki, mint a jólakott napközisek. Se állása, se vála, se karja. Semmi, nulla a gyerek, nincs állása. Hiába vesz fel magára szép ruha. Rá, és... Teker. Így jó? Jön a bal! Na! Hát de leesik a nadrágot, Mori! Jóan, mit tudtam, tiszta dilino! Megugannam, benne voltam a forgásban. Ma maga ő egy ciki, hogy megjelenünk. Hát amda izék a télapók, akik december 6-án megjelennek, ahol a szana szét van, rottyos rajta a ruha, ahol hiába veszek én ennek csínos ruhákot. Ha hiába vallgatom én lennek a helyet, akkor is úgy maradt, hogy 1975-nek mindegy, hogy változik az idő, ő nem változik. Szép vagyok, gyönyörű. Tetszek mindenkinek? Igen. Irigyelnek? Igen. Mi a lényege? Fogyni kell. Ennyi. Tornászni kell. Ennyi. Nem mindig hurka, kolba, zsíros hús, meg... Nem! Kifulladtam, nem kaptam se oxigént, azt se tudtam, mi van velem. El voltam kábulva, muszáj volt lecsicsölnöm. Most ezen múlva, hogy győz ide hurcolni engem egy heti szinten, inkább maradjon rajtam minden zsír, meg így, ahogy vagyok, akkor elfogadom magam, de ez nekem nem jó.